Martin, Fahrrad from Mann, teilte seine Mantel mit einem armen Mann. Így mondták a Mártonnapi mondókát a német nemzetiségi pillangó csoport kis óvodásai a jeles napon. Már hetekkel ezelőtt téma volt a csokonai óvodában a Mártonnapi ünnepkör és Szent Márton legendája. A német nemzetiségi nyelvet oktató intézményben hagyomány ennek az ünnepnek a megtartása, és a nevelők mindig próbálnak valami újdonságot is megtanítani az óvodásoknak. A Mártonnapot imáron több mint 25 éve szervezi meg, és szervezte meg a Csokonai utcai óvoda. Másik óvodáinkban is megszervezzük, de mivel a Márton napi legendáról, a Márton legendáról azt kell tudni, hogy német nyelvterületről származik, így hát a Csokonai óvoda a német nemzetiségi csoportjának kiemelt feladata, kiemelt ünnepe, eseménye. Az idén is nagy készülődés előzte meg ezt az eseményt, ugye az egész óvodát megmozgató eseményről beszélünk. Nagyon várják mindig, és idén is nagyon várták a szülők, a gyerekek, sokat készültek verssel, énekkel, mondókával. Mivel a hagyományos lámpás körmenetet megelőzött egy kis mártonnapi műsor is a csoportszobákban. Az óvoda 4 csoportjában összesen majd 100 gyermek készült a műsorra. Ebben a nevelési évben 98 gyermek van a Csokonai óvodában, hát mindenki érdeklődik, és érdeklődéssel fordult el az esemény felé, tehát 98 gyermek és hozzátartozóik, szülőik, nagyszülőiket mozgatta meg ez esemény. Az esős idő ellenére is a vidám program a lampionos felvonulással és zsíros kenyér evéssel ért véget az óvoda udvarán.